sziasztok, ez itt az OGEX Nyíregyházi állomása. Én már beköszöntöm egyszer a streambe, nagyon energikusan, nem igazán jött össze, mert még nem ment, úgyhogy de minden esetre sziasztok. Mostan elfáradtál. Így van. Zsoltinál is lesz stream. Ja, fél négyes, ugye? Fél négy. Nem sokára. Nyíregyházán vagyunk, nagyon kellemes a hangulat, vagyunk nagyon itt vagyunk. És Imre vezetésével történik a Mario Party, ami mindig nagyon jó. Úgyhogy átadom neked a szót, Imre, a stúdióban. Köszönöm szépen! Sziasztok, srácok! Ez itt az OGEX Országos Gaming Expo Nyíregyházi állomása, és a következő egy óra hosszában... Elkezdem, és már belebeszél, Zsolt. Komolyan. De hogy úgy beszél bele, hogy így hallod a hangsúlyán, hogy nem azt, hogy nem vesz róla tudomást, észre se veszi, tudja, hogy mondom. Én melyik vagyok? Mondom. Szóval, Mario Party lesz a következő egy óra hosszában, és a klasszikus Mario Party fogjuk játszani, ami azt jelenti, hogy lesz majd a társasjáték tábla, kockával fog dobálni mindenki, lesznek olyan mezők, amik buffokat adnak, lesznek olyan mezők, amik debuffokat adnak, gyűjtitek a pénzért lehet csillagot venni, és akinek a legtöbb csillaga lesz a meccs végén, az nyer. Melyik jó karakter? Melyik a jó figyelj, karakter szinten kb. Szerintem mindegy. Én úgy vettem észre, hogy kozmetika, én a testalkatomhoz illő Bowsert szoktam általában választani. Te vagy hát a ennek mol? A vakonnak nincs haja, nekem vakon, sincs. Jó. Hát akkor nekem baj. Kis kövér, mint én. Kiegyezek a Yoshival. De akkor pont jól, ja. Igen, nem sokára látják a nézők is. Igen, a Mario Partit, nem a reklámunkat. Annyit kell tudnotok, így ülünk sorban, tehát Zsédav az 1-es kontroller, Zsomaci a 2-es, Isté a 3-as és Zsolti a 4-es, ha nem keverték üljünk, össze. Imre, ne üljünk úgy, hogy alatta legyünk. Várjunk. Azért mindegy, mert ugye úgy fog kezdődni a játék, hogy aki a legnagyobbat fogja dobni kockával, az fog kezdeni minden kört. Jó, jogos. És... Elfejtetem, hogy részben ez a játék, nem ugye, fog számítani, igen, nem ez lesz a játék, hogy nézzük a képen. Igen. Köszönöm. Tehát részben igaz az, hogy kozmatika az, hogy kit választhatok, de részben nem. Ez egy táblás társas játék, tehát lesz mindenkinek egy 1-től 6-ig klasszikus dobókockája, de lesz mindenkinek az egy karakter-specifikus dobókockája. Minden karakteré más, amivel... Viszont Zsomac, tehát hogy én ezt így fejből nem tudom melyiket, milyen kockája, úgyhogy nem baj, akkor nagyjából mindegy nekünk. Jó. Ez Zsédavé az 1-es mesterkontroller, elkezdjük a játékot. Rád vártunk. Zsédav mester. Úgyhogy Zsédav mester beköszön mindjárt a kis Tóth, nem köszön be? Akkor nem, akkor menj be kérlek majd a Vidámparkba. Ja, hogy még azt hittem, hogy már itt minden le van zsírozva. Minden majdnem le van zsírozva, most egy jet kell csinálni. A kontroller mozgásérzékelőt kihasználva, ahogy zsírozva. Ez nagyon fontos. Ez úgy tűnje, mintha barátok lennénk. Szeretném mondani, nagyon nem vagyunk azok. Szeretném mondani, hogy Isti rögtön a legelső OGEX állomáson eldobta a kontrollert, egy ilyen jelzés következtére. Szerintem ez volt az, egy picit, mintha ez már kapott volna. Most én arra kérlek, Zsédav, hogy menjél be a Vidám Parkba, mert jó, te vezeted a csapatot, menni. És a balol, nem, a szembe lévő, bocsánat, a szembe lévő monitor, ez a Mario Party, igen. Indítsuk el. Oké. Ez nem lesz nagyon hosszú amúgy? Ez egy pont egy órás. Offline party, mehet? Ez egy offline party mehet, lesz. Mehet, de tudsz választani és most pályát kell választani, és hát három pálya közül lehet választani, ami nehézségi sorrendben ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb? Nem. Ez a legkönnyebb. Hát ez az alap, menjen ez. Van a lávás, és van a legnehezebb gyümölcsös, amit Isti nem szeret. Az a legnehezebb. Azon kezdtünk. Igen. Ti választottál. De itt amúgy mini játékokat kell csinálni, nem? Akkor igen. A pálya az számít valamit számít. Hozzá? Számít, persze, mert valami, mit tudom, van olyan része, ahogy le tud szakadni. Ja, tényleg ilyen szivatások vannak benne. Igen. Én nekem egyszer játszottam vele, úgyhogy... Indítsuk el! Hány kör? 10? 10? Igen. Jó, oké. Mehet is. 60 minutes, right? Nem is figyeltem a karaktereket. Zsidat, te vagy a... Yoshi. A barát, igen. Zsomac. Én Mario vagyok. Mario, igen, Isti Bowser, azt tudom, és Zsolti Monty Mole. Jó, vakon. Hoppá, most valamire rámentem. Nem kellenek a rulok, move on. Minden tudom. Okay. On the fly megtanuljátok. Jó. Szóval... Csak a dobunk, ugye? Most mindenki dob egyet. Hopp, egy ötös, egy hármas, egy egyes, szép volt Isti. Kettes, meg egy hátokásod. Jó kettes. Az én live streamem. Jó kettesek. Jó vagyok. Te vagy a második, és akkor úgy megyünk. Mindenki okézzon, okézzon. Ja, oké, hogy kell okézni, jó. A jobb oldalit kell megyünk. Tehát mindig Isti fog dobni utoljára. Szegény. Nem szed idő rosszat. Nem, amúgy nem, mert azért meg tudnak szivatni. Mi ez a coin, ez micsoda?
azért van pénzetek. A mamától. Azért van pénzetek, mert ugye a csillagot pénzért lehet venni tőle. Akinek a meccs végén a legtöbb csillaga van, az nyer, illetve a pályán közben is lehet pénzt költeni különböző buffokra vagy mások szivatására. Az a legjobb része az egész játéknak amúgy, hogy őszintén. Állj, nem nézem ki belőletek, hogy szivatnátok másokat. Hát... majd meglátjuk. Igen. Első na. Kör. Kicsit deparás, Josi kezdetültél. Először, ugye ki tudod választani, hogy a klasszikus dobókocka, vagy a, no, a Josis dobókocka, mint látod, a Josis dobókockával lehet dobni nullát, de lehet dobni hetest is, és 2-3-as van a közepén. Jó, hát szerintem maradjunk a normálnál. És akkor az elején akkor dobjunk egy nullát. Ugye így itt is most meg kell ütni. Így van. Tökéletes! Tökéletes! Ott van! Perfetto. Üdv a klubban! Üdv a klubban, Géza! Egyből egy jutalmat, 3 coin. Hoppá! Ezért már megérte fel kell. Mutasd meg, hogy kell nem egyes dobni, és nézzük meg. Ó, nekem jobb a dobókocka. Már jó nap. Tényleg. Ebbe, hát jó. Több hármas van a közepén, ez egy nagyon biztos dobókocka. És ezzel kezdesz. Mert hogy kell ez? Ott is van a hatos. Most, nem, örök. Na, hát 3. Hát mondjuk azért jó lett volna egy hatos. Yes. A sima kék mező az ad neked 3 coint, a piros mező levesz 3 coint, és vannak még különböző más akciómezőink is. Mi azt a végére el tudok adósodni, vagy mi? Hát nullázni lehet csak, de amúgy lehet. Eladósodom, még én tartozom a játékban. Ott Zsolti egy hatossal. Ott is van. Mindenkit szétdarálsz. Zsolti itt egy útelágazódást az érkezett, ami azt jelenti, hogy választhatja azt, hogy megy tovább egyenesen és rálép a gombára, vagy rálép arra a másik kék mezőre, vagy ha balra fordul magának, balra, és fizet ennek a lénynek, akkor a lényit átengedi 3 pénzért cserébe, és Zsolti rálép a barát mezőre, és a barát mezőre nagyon is érdemes rálépni, de azt csinálsz, amit akarsz, ha rám hallgatsz. Menj előre egyenesen! Lefizeted! Lefizeted, mi? Zsolti fizeti. Menjenek a csörik arra előre, én megyek itt balra. Ez nagyon jó lesz neked, Zsolti. Szerintem nagyon nem szotyit fog venni belőle, úgyhogy... Jaj, bocsánat. Ja. Hoppá, elnézést. Opa. A pro-gamereket láthatjuk, kontroller kezelés akcióban. Na, és már egyből kap egy haver. És rálép egy haver mezőre, ez azt jelenti... És ezt én választom még ki. Még dob neki még az is egyet. Tehát, ki legyen a haverom? Nyomj egy stopkot, Zsoltikám. Zsolti megkap maga mellé egy segítő karaktert, akinek megkapja a speciális dobókockáját. Egy madarat. És ez a karakter, ez Zsoltitól függetlenül minden körben dob, vagy egyet, vagy kettőt fixen. Zseni, ez nagyon oké. Ugye ez innentől egy nagyon nagy előny. Egy pirosra fogok lépni, egy piros mezőre. És közben hozzáadódik az én dobásomhoz mindig. Így van, Zsoltikám. Menjünk Zsoltikém. Mehetünk tovább, Zsolti. Mehetünk tovább. Zsolti, még elolvassa. Ott van a Hammer Bro kockája. Hammer Bro! 3 pénz, 2 egyes, 2-5-ös volt a végén, és na, talán még egy 3-as. Gyere rám! István! 10-es? Mi? Pénzt is levesz tőle? Hát ez nem túl szerencsés dolog, hallod-e? Az mi az a 10-es? Igen, de 10-et is. Na jó, én nagyot megyek, jóló világban, srácok! Gyerünk, 10-et a piros! De ebben van az opció, nem csak egy 1-es, van benne olyan 2, minusz 3 coin. És akkor nem is lépsz? Nem. Remélem, egy szép piros mező lesz az. Át túloldalra. Istinek most fizetnie kell, mert hogy az a szörny ott áll az útban, de hogyha tovább akar menni egyenesen. Mehet balra, de az egy hurok, az visszafordít. Hát így visszafordít. De várj, akkor visszafordultam? Igen. Hát... semmi gond! Nem baj. Te megindultál a 10-re. Lead game. Majd én tudom már mi van. István megérkezett a boltba. Igen, 5 darab coinom van. 5 pénz. Lehet venni 5 pénzért egy olyan gombát, ami plusz 5-öt ad bármilyen dobásokhoz. 3 pénzért vagy olyat, ami plusz 3-at ad bármilyen dobásokhoz, vagy egy olyat, ami mínusz 3-at bárki másnak, akit Isti kiválaszt. Például engem. István, most két jelentkezel arra, magadon hogy... szeretnél segíteni, vagy már most segítek. Szeretnél mással kiszúrni? Magamon segítek, létgémre kell felkészülni. Ez egy igazi e-sport stratégia. Ez a tervezés. Én összejártottam meg, az early game-em, van ilyen kifejezés? Van, az early game-em nagyon jó volt, de azt mondta, a late game az elment, úgyhogy én már taktikban vagyok. Most mi történik? Minigame következik, mindenki ellen minigame. Itt van olyan, hogy mindenki ellen, van olyan, hogy 1v3 és van 2v2. Nagyon érdekesek a játékok. Increase the count, decrease the count. Igen, és itt mit kell csinálni? Move the train car and count the toads. Tehát ki kell nézni az ablakon, a vonatablakán, és számolni a toadokat, tehát a gombafejűeket, amik jönnek. Hát nem, ott mászkálnak. Tehát keresztül kell menni a vonatkocsin, és ja, tudnod... Ja, hogy akik ott ülnek! Akik ott mindenkit meg kell számolni.
De még ez nem, mert ugye ez még nem a játék. Nem, ez a tutoriál. Jó, ez volt a tutoriál. Tutoriál. Egy tutoriál, srácok. Oké. Hány tód van? Ezek közben mászkálnak is. Ők meg majd neki mennek lehet egymásnak? Vagy nem egy térben vagytok? Nem egy térben vagytok. Várjunk. Ú, basszus, ez komoly. És akkor az számít, hogy ki milyen közel van hozzá, vagy csak a pöcre? Csak a pöc fog nyerni. Úr, hát ugye meglátjuk. Na jó, ready, srácok! Ready? A kettő felső gombot megnyomni? Semmi, ez még a tutoriál. Ez a tutoriál. Ne aggódjál. Én azt... Ready, te meg már itt komolyan nyomd meg a kettőt. Zsomot, most nyerhetsz, elindult, figyelj. Azt hittem, ez már éres. Várjál. Basszus. Most se jobb úgy. Na fiúk, hány tód van mindenkinek más a kocsiban? Zsolti nagyon taktikus, mert hogy ő ahogy meglátott egyet, már számolt, és ezt a stratégiát követte Isti is. Zsédav és Zsomac viszont végigment, és utólag nyomkodja be a számot. De 20-ba jöhetnek, vagy nem? Nem tudom. Nézzük! Ajaj. Ez komoly! Igen. Na! 16! Igen! Valaki benézte a hátizsákot! Valaki benézte a hátizsákot! De Mario és Bowser eltalálták! A hátizsák ez olyan, mint egy karakter. Igen. Ez komoly. Az volt a csel. Az volt a csel. Oké. 8 coin. 8 coin és 2-2. Tehát... Zsomac és Isti. Úgy is van az negyedik. Első kettő, harmadik Zsida, Zsolti a negyedik. Nem, én vagyok a... Ez olyan Mario. Jó, azért. Jó lesz ez. Na. Hát biztos, hogy nullát dobnék, úgyhogy maradjunk az átlagos. A jó egyes után igazából látod, ugyanott tartasz, mint Isti. Na, hát ez egy tök korrekt dobás volt szerintem. Ha te most egyenesen akarsz menni, akkor ugye hármat kell fizetned. Ha elmész balra, akkor viszont rálépsz is a barátmezőre, és kaphatsz egy barátot, aki az egész játék során utána végig kísért téged. Hát arra megyek. Nagyon érdemes a játék elején egy barátot szerezni. De amikor nyomod, megáll. És számít az, hogy melyik a fajtim? Persze, mert hogy annak a speciális kockáját kapott meg. Peach dobó kockája kisasszony úgy fog kinézni. Yes! Nézzük csak. Én akkor meg tudom, mi van rajta. Most jön. Igen. Lehet nullát dobni vele, viszont tele van négyessel a közepe, nézd. Az egy betonbiztos kocka. Na, akkor Zsomac. Én megint bevállalom a Mario kockát. Mario kocka. Így van. És akkor nézzük csak. Csapja oda! Egy jó hármas. Hármas. Igen. Akkor én is megyek barát. Te is tudsz a barát mezőre lépni. Van, hát mindenkinek lesz egy barátja. Ez egy nagyon erős indítás. Pedig amúgy nem a barátokat kell gyűjteni, hanem a serlegeket, nem? Vagy a csillagokat. A csillagokat, de a játék végén vannak meglepetés csillagok is. Hetes. Amit teljesen véletlenszerűen osz ki a játék, akár lehet, hogy az kap, akinek a legtöbb barátja van, lehet, hogy az kap, akinek abszolút nincsen barátja. Minusz 3, 1, 3, 5, 3. Való így. Az 1, 3, 5, 5, 7 a lényeg, a minusz 3, hát az kicsit szomorú, igen. Szépen összegyűlt itt a csipet csapat, amúgy az a helyzet. Most nézzétek az első barátos dobást, amit Zsolti mutat. Ugye van most már 3 dobókockája, tehát a klasszikuson kívül még 2. És ne felejtsd el, Zsoltikám, hogy bármi is az eredmény, hát ehhez a haverod dob még egyet. Hát ez milyen királykocka? Pénzt is kaphatsz belőle, ötöst is kaphatsz. És nézzétek, Hammer Bro dobott egy egyest, úgyhogy nincs hatott ki. Ő a sima kockával, nem, egy-kettővel. Veled is ki vagyok, segíts a madár. Zsolti, szeretnél-e bármit venni a boltosnál? Kell a pénz. Azt mondja, hogy... Hát a pénzed... Megvette már. Megvetted a boltban? Megvette. Kifosztotta. Mire oda jöttünk már nekünk, nem maradt semmi, igen. Zsolti vett egy plusz 3-as gombát magának. Ez mi kötra ne használ? De olyan kis menüs dobozom, hogy dobás előtt. Nézd, hogy ilyen dupla sajtos. És egy körben csak egyet. Aha, mínusz 1. Hoppá, Zsolti, kell a mínusz 1-es kocka. Mert mínusz 1 coint kaptál, Zsolti. Miért kaptam? Mínusz 1-et, mert pirosra léptem. Nice. Akkor nullán vagyok. Na, vajon megint összejön a 10-es? Még a vakon nincsen mínuszba, mint én, úgyhogy... Bevállalod Isti még egyszer? Mit? Hát a 10-es mínusz 3-as kot bevállalod, jó? Behát. Amúgy nem akartam, de ez most véletlenül rányomtam. Egy jó egyes. Jáva néptek, nincs az ája, ott a mínusz 3-as. De ez akkor, hogyha nincsen pénzed. Akkor nem tudsz veszíteni.
De kaptál igen. Plusz 3-at. Most te miért kapott plusz 3-at? Mert a kék mezőn ja, áll. Mert a kék mezőn áll. Nullán jó lett volna a piroson állni. Ja, ja, ja. 1v3 minigame. Mindenki Zsolti ellen. Hoppá. Mi van? Mi az, hogy mindenki Zsolti ellen? De hogyha most ő nyer, akkor nagyon nyer. Nézd meg, szerencsétlen ott áll a világ ellen. Jól van. Ja, én irányítom a testét. Gyertek rám! Gyertek rám! És akkor le kell csapni! Miért? De várjál! Én vagyok a jobb oldó! Te vagy a jobb oldó! Te vagy a bal, hogyha... Aha. Na, nyomjatok, és én ezzel mit nyerek? Menj jobbra! Maradj életben, Zsolti! Maradj életben! Hajrá, Zsoltikám! Szétcsapjuk! Szétadom! Én nem állok készre, nem nyomok kredit! Zsolti nem sokáig egy fél percig kell túlélni egyébként a játékban. Zsolti, ready! Na, let's go! Na szóval, hogy pörög az a videó? Mondja csak! Most látok, összhangba! Miért is, Dávid? Mert ha nyer, itt tudja, hogy nagyot jó, nyer. Jó, tehát Yoshi, azaz Zsédav irányítja a testet. Menj már innen! Hát de akkor nem mondom végig. Nem is kap több esélyt? Nem akartam húzni sokáig. Én nem bizélek. Az egyik keze volt. Az egyik keze volt, Isti, a másik keze volt zsomac ennek a nagy ráknak. Kap még három életet, vagy valami. Nem, ez hardcore. Ez egy kemény játék. Kőkemény. Plusz 10, asztal. De még Zsolti is kapott 2-t. Még azt a 2-t is el akarod venni tőlem, vagy mi? Kösz. Hát szép összjáték hozzá, ez jó lesz. Na gyerünk! Csak nem mi legyünk az egyetlen ember. Hát, igen. Zsédav, na, próbáljuk kezdi a dobásokat. Próbáljuk meg. Gyere, hogy lett 2 coinom? Yoshi kockával ne nullás. Szép, 3. 3, hát most az. És dobott a Peach 2-t, úgyhogy 5-öt fogsz lépni. Csóra, megint volt. Kérdezi a boltos, hogy veszel-e valamit. Risztokkold. És akkor ezt megveszem, és akkor... Megveheted. Azt a következő körben tudod legkorábban elhasználni. Ezt plusz 5-öt ad hozzá bármilyen dobásodhoz. Ha van nullás dobó kockád, akkor is 5-öt fogsz lépni, hogyha ezt elhasználod. Na nézzük csak akkor. Valuigi. Valuiginak a kockáját. Akkor kipróbálom. Ajjaj, az jó. Nem minusz 3 legyen. Igen, ez azért kicsi nagyon az oké kockáját. 1, 2, 3. Minusz 3! 5! Nice! Plusz 1, az 6. Nem itt rossz, most nem mentetek rossz. Egy kört, el kéne indulni a csillag irányába egyébként. Akkor most, hogy a csillagtól van, nagyon messze vagyunk, nem? Tehát még el sem indultunk a csillag felé. Nem, még csak mentjük egy kört a baráti zémezőn. Igen. Úgyhogy a mezőkön, akarom mondani. Az viszont a mínusz mező, mínusz 3. A Zsoltán csak mínusz 1 volt. Mert annyi volt neki. Egy. Ilyen kevés pénze volt. Igen, csóró, szegény ember, még az ág is, ugye Zsolti? Még azt is elvették tőle, ami volt. Zsolti, felhasználja a plusz 3-as gombát? Felhasználja? Felén. Fel, gyorsan el akar innen húzni. Csipel, jól is teszed. Nem tetszik itt nekem. Na, melyik kockát használod? Monty Mol kockája, ami tele van 5-össel. De még mindig ott a szikla arc? Oda se nézek. Igen, azt meg azt le kell fizetni. Ki kell fizetni? Három. De még ezt összeadtad 6-ra. Ki neveti? És hogy tud? És Zsolti, két pénze van. Hát meg kell fizetni. De nem tudom kifizetni, nincs ennyi pénz. Hát akkor mások is el tudod intézni esetleg akkor. Basszus, Zsédav azért. Szerencsemező! Téged na, szeret látod? Valaki? Zsolti, örgesd a szerencsédet. Valaki veszít 5 pénzt, aki. Isti! Szép! És ilyenkor csak úgy random, random veszik valaki? Igen. Jenny, szuper! Köszönöm szépen! Ezt én ne csináltam veled? Igen. Ne haragudj, tegyem! Ha megnézitek, Isti karakterét ott a lába alatt lehet látni, hogy 12 lépésre van a csillagtól. De mi az a csillag? De mi a... De mi az a csillag? Valaki magyarázza. A csillagokkal tudsz nyerni. Igen. Azt így meg kell venni, azt kell gyűjteni. Nem a pénzt, a csillagot. Minigame. De ha nincs csillag, akkor a pénz is megteszi. Na most ne, mindenki zsomac ellen. 1v3. Semmi nem jobb lesz, mint az előbb mini játék. Tuti mindegyik ilyen szivatós amúgy. Én támadlak titeket, ez tetszik. Te Jézus úristen. Neked ütni kell az ütővel, és célozni a többieket. Tudom, hogy lávába esünk bele. És le kell robbantani őket a falról. Kened, hogy lávába esünk bele? Csak akkor tudom, amikor jön a labda. Nem ér, hát a kis vakond... De miért engem? Te voltál ott! Értem, meg én a legnagyobb, köszönöm. Kis vakond, az hogy beleolvad a környezetbe? Már úgy nem van, azért. Úgy van. Oké, na, ready.
Ready, boy! Mert olyan lassan dobálja az a izéke. Ready? Szerintem 30 másodperc. 30 másodperc alatt 3-at kell előjön. Így van. Az jó nehéz. Az gyilkos. De biztos jó a jutalom is. Let's go! Így van, 30 másodperc. Az igen. Igen. Hát ez... Oda elfújt! Hol a Zsolt? Ja? Gondoltam belolom, hogy a környezetben várta nem vesz észre. Zsolt itt már sikerült lerobbantani a falról. Nézzük! Ott is megvan! Már csak nézd a közisten vagyok! Egy VR-ra! De hát nem lehet elmenni! Ilyen jöhet még! A Zsoltnak sokkal nehezebb dolga volt. Persze, igen, nekem mindig nehezebb dolga van. És ezzel át is vetted a vezetést. Yes. De hogy lehet, Nics? Ez katasztrófa. Fogalmam is, hogy lehet ilyen kevés pénzre. Nagyon a pálya elején vagyunk pedig, ez már a harmadik kör. Úgyhogy vigyétek meg, utolsókban leszek az első húzni. Srácok. Vettél, Zsiron, nem vettél ilyen plusz ötös bombát? Igen, azon gondolkoztam. Itemsnél van. Ja, itt akkor rögtön. Igen, ha hát nyomsz még egyet, igen, ez mindenféle... 10 kör van csak, most igen, nézem, összesen 10 kör van. Igen. És 11-re vagy a csillagtól, tehát ha dobnál egy 6-ost, vagy a normállal, vagy a másik kockával, a Peach-nek a kockájával, milyen igen. A Yoshi kocka? A Yoshi kockájában azon van egy 7-es is van, akkor már odaérnél, megpróbáljuk, és megpróbáljuk. 10 pénzbe kerül a csillagot megvenni. 3, de várjál, 8. 2. Tényleg? Ha 2-t dobott volna, basszus. 9. Köszönöm szépen, áthaladni. Muszáj arra menjél, igen. Igen. Kifizeted a... Ki kell ezt most, ezt ki kell köhögni most pénz. Ezt az összeget. Mindjárt nevezzük ezt. Ja. Igen, merre van a csillag, azt hol látom? Pontosan, hogy... Nyilván én értem, ezzel meg tudjuk nézni ugye a térképet. Persze. És akkor itt mutat, ott látod ott a csillagot? Ja, ott van fönn. Hát, hát merre megy? Ez így arra visz, nem? Ez igen, arra visz, és a barátmezőre fogsz megérkezni. Oké, akkor... Természetesen. Akkor szerintem én erre arra. Mennék. Köszönöm szépen. És akkor kettő haverod is ez lesz. Ez micsoda? Most mi? Ő azt mondja, hogy ha fizetsz 5 pénzt bármelyik másik emberhez random oda visz, de ez most a te esetben... Ez nem kell, köszönöm szépen, menjünk tovább. Haladjunk. Vagy legelő, jó. És a barátmező innentől 2 barátod van, azok mindig dobnak. A végtelenségig gyűjtettem a 2 kocka plusz dobás, így van. A végtelenségig gyűjtettem a barátokat. Van, így van. A végén olyan 30-at, és vannak olyan mini játékok. Tízes is van. Vannak olyan mini játékok, ahol a barátok beszállnak pluszba. 10-es. 1, 2, 3, 3, 10. Az öreg kocka pluszba. Na, de Zsomasz, nem vagy szegényebb, szerintem. Aki vezeti a mezőnyt. Hát én... Nem vagyok, de nem vagyok, az nem sokat számít. Akkor a plusz 5-ös kocka, ez vagy a plusz 5-ös... Jóféle kis itemecske. Jaja, ez tetszik, és akkor... Dobás, és te ha 10-et dobnál, oda tudnál érni. De nem tudsz 10-et dobni. Mert ez a van 7-es, de van mínusz pénz is. Bekockáztatom. Vajrá. Illetve a haverod is fog dobni, tudod? Igen. Na, össze lehet ebből satrosság úgy. Igen. 11. A csillagvásárlós mezőnél, a csillagvásárlós mezőnél mindenféleképpen megáll a karakter. Adjunk erre. Úgy. Ne! Hosszabb életben! Hosszabb életben! Hosszabb volt! Egyen volt hosszabb. Istenem! Én azt hittem, akartam, hogy olyan hosszabb. Akartam mondani, hogy nézd meg a térképet, hogy merre. De azért te csöndben ütt, ültél, láttam, hogy nem szólok, nem szólok. Aki más megveszi a csillagot, én nem tudom megvenni. Akkor nem, mert ő másik kerül máshova. Itt üldözni kell a pályán. Ennyi múlott. Nem hiszem el, azt hittem, hogy komolyan. De te is itt ültél, csöndbe hallgattad, nézted, hogy szólyan, nem szólok, jó lesz ez így. Nem akarom én itt befolyásolni a játék kimenetelét. Kettőbe kerül amúgy. Elköltem azt a 2-t is, srácok. De három. Azért drága. Poison! Ne legyen poison, valamelyikre, jó? Rám dob, mi? Valamelyik ötöket. Fixen valamelyik ötöket, nagyon mérgezem. Ez már teamfight, kész, meg a szövetségesen. Ja, egyik kanapé, másik kanapé. Mi vagyunk kanapé. Szép volt, Jóci. Na jó, van, még azt is elveszi. Nem már! Isti, 12-re vagy. 12-re, ez megdobható. Igen, amúgy neked jó kockáid vannak azért, azok kemények. Bowser kockával igen, megdobható. Az... De én nem tudom. Ott még a Bowser használni. Van, hát 5, akkor az azt jelenti, hogy ezzel nem is tudok odaig elérni. De van bónusz. Ott a 8, 12-re vagyok, 12-re vagy. Ja.
Hát akkor, hát akkor figyelj, be kell játszani, hát remélem. Mert hogyha ezzel gyakorlatilag 8-at, az is jó már. 50%. 50%. Jaj, pontosan. Vagy igen, vagy nem. Na jó, gyerünk, gyerünk, könyörgöm. Hogy mindenki lehet ennyi dobás után nulla pénze valakinek? Nézők is. Ott van! És ellopom előle! Ezt nem hiszem el! Balra megy! Jó, most tettjál! Balra! Balra! Balra. Gyere, én majd kiabálok innen hátulról. Nem hiszem. Hogy? Direkt a hosszabb úton kellett volna, hogy megmutassa azt, ebből nem kérek semmi, don't pay that. Köszönöm, szépen nem. Megyek tovább. És enyém a csillag már az de oda vitt volna valaki ezt, nem? De nem kell oda vigyen, mert... Ja, mert tovább megyek. És akkor a kis Tódet megkérdezi, hogy 10 pénzért... Meg akarod-e venni a nála lévő csillagot? Persze. 10 coin. Jó, hogy oda is érek, de nincs rá elég pénzem. Hát még azt is, hogy nyerek, még azt is ki kell fizetni. Be kell tárazni. Odaérek, megkérdezhet ide. Milyen szomorúak lettünk. Be kell tárazni előre. És lehet itt Zsomasznak 26 pénze, és ti az első helyezett, mert a csillagok számítanak. Így van. De jó ki vagy tömve, hallom? Én odaérek a kis boltot, és megkérdezem majd, hogy akarsz venni. És most kerül máshova a csillag. Figyeljetek, ő átkerül. És mindenkitől mindig a legtávolabbi pontra, ugye? Könnyes szemekkel a csillagokra. Nem is olyan messze. Nem, arra ment tovább. Nem, itt valami sus van ebben. Nincsen sus. Tudja, hogy valami megcseréli az utakat, meg mit tudom én. Van ilyen, hogy nem? Isti, milyen közel van. Nem, az nem úgy van az, nem úgy van az. Hogy megszakadott a special eventre. Mondtam, hogy nem véletlenül ment oda a csillag. Tudtam, hogy ez nem úgy működik. Ajaj! Vigyázz! Ne, én mi is ott vagyunk. Ja, nem, ne! És mindenki. Ne! Leszaladt. Jó, nem baj, jó ez. Ide visszakerült. Akkor az nekem 2 coin most, ugye? Ja nem, megyünk. Minigame. Ugye azt mondom, hogy mindenki egyelő lesz? Mindenki ellen minigame. Zsolti, arra gondolj, hogyha minél hátrébb vagy, annál nagyobb az esélyed, hogy végül majd kapsz egy akkora boostot, hogy meglátod. Patriknál már... Na, a kontrollert most így kell fogni, ahogy mutatja az ábra. Melyik része van függőleges. Itt van egy serpenyő. Menő, ez jó. Mi ez? Serpenyő. Nem emlékszem. Sütni kell a steakeket, tetyám. Letes legjobb játék. Oh. Minden oldalát meg kell sütni szépen. Köszi, Kaci. Hú, hát ez nem olyan egyszerű. Én medium rare vagy hogy? Ez micsoda? Zsolti hát következő videója. Vágyú steak nem látott, tetyám. Hát iszonyat pénzek. Milyen finom lehet amúgy. Úristen, Zsoltinak a burgeres videó. Olyan sikerült, nem tudom, mit csináltam. Addig kell sütni, amíg rezeg a Joy-Con a kezükben. Halljátok, addig kell sütni, amíg rezeg a Joy-Con. Jó, az rezegni fog nekem, ez már most látom, hogy ez nekem nem lesz az erősségem. És ha már nem rezeg, akkor meg fordítani kell rajta egyet. És minden oldalát meg kell sütni. Jó. Ready up? Oké, ready. Cook some steak, guys. Gyerünk. Hú, de megkívántam most a steakot. Én is van, te érzem az illatát. Gyerünk, srácok. Let's go! Amíg ezek a kontroller, addig süsd az oldalt. Az a helyzet, hogy ezt én nem nagyon tudom leközvetíteni, mert nem látom, hogy ki én hogy áll. Azt érzem, hogy remeg a kezem. One side left! Három versenyzőknek már csak egy-egy oldal maradt, Isti áll a legrosszabb helyen. Oké. Okay. Egyszerre, Dávid! Nagyon... Én egy kicsivel hamarabb. Oda nézd, milyen finom, szaftos kis húsikát csinál. Nézzétek a sarkokban az időt. De nem már! 2 másodperccel. Annyi van lettél, jó? Igen, nem lehet. De én úgy nem mertem, biztos kiejtettem volna belőle. Volt gyorsabb Zsomac, mint Zséda. 2 tizeddel. Komolyan vagytok, srácok. Igen, vissza az eredeti állapotra. Zenyém oda is égett. De Zsolti, róla tudjuk, hogy az élőben sokkal jobban menne. Élőben itt mindenkit. Az. Ó, igen? Shots fired, fiúk. Jó, mindegy. Azt mondják. Konkrét... 34 coin, nekem meg gyerünk, nulla. Gyerünk, 37 coinom. 34. Mi van? Most már nekem nincs itemem, ugye? Nincs. Ott van, hogy 11-re vagy a csillagtól. Ha, ott van a lábad alatt. Ez egy nagyon jó kis kockának tűnik. Gyerünk, az egyes jöhet. Neked két barátom van. Három, a két barát dob. Baj. Úgyhogy igazából 5-öt dob fel. Nem esek hasra tőle. És egy ajándék mezőn vagy. Ezt most ki kell pörgetni. Kaptál egy plusz 3-ast. Jaj, de jó! Én is ott hát voltam. Ez ingyen volt. Kész csoda, hogy azért nem kért pénzt. Amúgy a játék, amiből minden mért akkor pénzt. Az itemet felhasználom. 11-re vagy. 11, jó. Van egy barátom is. Van egy barátod, és tudsz 7-est is dobni, ugye? Igen, szerintem azzal fog menni. Backup castos. Mi
Milyen van a Máriónak? 3-as, akkor az... 3-3-5-6. Ezzel nem tudok elmenni, ez nem? Kell nekem. Ez 5-5-7. 50% esély. Igen. Jó. Jó lesz. Megpróbáljuk. Olyan mínusz is, hogy a dolgok. 1-2. Ez az. Ez most elég lesz. 5 plusz, 1 az 6, meg 3 az 9. Nem elég. Hey. 11-re volt tőle, ugye? Igen. Igen, még 2 kell sajnos. Plusz 3. De a pénzt azt gyűjtöm. Gyerünk, Zsolti. Zsolti, egy kicsit le vagy maradva. De van valami itemed, van itemed. Csak neked van olyan kockád, ami plusz pénzt is ad. Igen, melyik? Hát például ez is, meg az is. Ez már sok az ötös, Zsolti. És még egyszer sem adottam pénzt. Na várjál, ezt kire rakom? Ezt rá akarod rakni valakire? Rakd a zsomacra mondjuk. A Zséda velem fog menni, és erre fogod eljön. Aki a Mario? Dávid. Akkor Zsédára rakd, a Mario-ra rakd. Jó. Úgy. Tökéletes. Mi van? Ez nem jó így? Zsomac kaptam. Én kaptam meg. Ja, értem. Ja, jó. De viccesek vagytok. Na jó. Amúgy miért beszéltél magad ellen? Nem tudom, azt tudom. Te mondtad, hogy én vagyok a Mário, az te voltál a Mário. Ez a Zsolti. Na dobja, az egy kettes, az jó Zsolti. Van, ma de ez Zsolti. Ez a Zsolti. Tovább egyenesen. Egyenes, minden nyilván. Itt Balos. Itt ha, nézd, ne. De Balos, jó az. Nem jó. Piros mezőre fog menni. Magad, van annyi pénz, hogy nincs koinot. Hát de nincs pénz, de miből? Elfejtettem. Zsolti, te bedőltél Istinek. Rá navigált, bal szerencsemezőre. Nem tudtam. Bal szerencsemezőre? Igen. Jaj, de vicces vagy. Ez nem az, ez nem komolyan most szivatjátok a vakondot? Nem, ez nem direkt volt. Nem figyeltem, nem hiszem. Csóló vakond, így is a legvégén van. Na, állítsuk meg. És még rám rakják a állítsuk meg. Ez annyira nem szivató. Minusz 10! Minusz 10! De nullánál van! Mire? Hát már nem tud elvenni. Már itt el van. Minden. Ma te tartozol. Arra ez az életem, kész. Itt jó kofi. Én így megyek a föld alá, srácok. Ennyi, jelzálok, be vagy egyezve. Hát ez szép volt. Figyelj, akinek nincs, attól nem tudják elvenni. Jaj, nem? De nem ezt akart. Jaj, na mindegy. Ennyi. Isti, 11-re vagy a csillag. Igen, az ne dobjál 10-et. Van barátod, nem? Van barátod. Jó, nincsen barátom. Nincs barátja. Nincs barátja. Hát akkor Mario mellé. Na, megy a minigame. Minigame time. Ajaj. Na. Nem lehet csillagot szerezni a minigame-ben? Ott nem, de pénzt igen. 2 versus 2. Együtt vagyunk. Okay. Zsomac van Istivel, és Zsolti van Zsédaggal. Juice Box. Juice World. Na nézzük. Ez micsoda. Brekit. Jaj, ne. Ez minek hívják? Mi van? Jézus párosítani Mária. Kell az ábrát, kell megtalálni gyorsan. Na. Az igen. Itt, hogy kell párosítani? Kommunikálni nem kell. Az ábrát. Ja, értem. Ott az ábra, az egyik oldal te vagy, a másik oldal a Zsolti. Ez aztán ne hagytak ki. Szóval nem tudom, hol van. Itt van. Ja, ez ott, az? Ez az, ja. Ajj. Én ebbe lassabb leszek, mint te már most mondom, úgyhogy ne legyél ideges. Oké, tőle mehet. Mehetünk amúgy, srácok. Mehet? Jó. Hú, ez nagyon rossz lesz. Igen, ezt már most érzem, hogy ez... Ezekben nagyon nem vagyok jó. Na jó, let's go. Start. Hánykor? Ja, ott van, 3-at kell nyerni. Let's go. 2 banán, 2 ribizli. Úristen, nem is látom. Gyere! Zsomac! Zsomac! Hol vagyok? Ott! Jó! Kéket keres! A másikra akartam menni! Én kivel vagyok? Én nem! Velem vagy! A Yoshival vagy! Yoshival? Yoshi! Gyere! Zsidat! Azaz! Gyere Zsidat! Mert mit tudom ezt csinálni, hogy a kettet megy! De azért! Jó! Nem megy nekem a karakter! Összezavarodom! Ajajaj! Itt meg van, gyere! Nem, még meg van! Kéket keres! Jó helyen vagyok? Jó helyen vagyok! Igen! Jó! Ennyi! Én nem maradtam, ez nem fog menni, Zsolti. Ennyi volt, ez egy easy 3-0. Én nekem ez nem. Ennyi volt. Ne haragudj a szemem, nem. Nem baj, nem baj. Yeah! Ja. Pacsi time. Még jó, hogy azoktól nem várják, akik kikaptak, hogy jelzzenek egyet. Jó, hogy ez egy pénzem volna. Nagyon kemény. De az plusz 10 coin. Ami 10? Azért mert 8 plusz 2. Hello, van 2 coin. A az plusz coin-t ér. De milyen büszkén állok ott a végén a 2 coinommal. 47 pénz. Nem vagy, ne félj, nem tudok semmit venni. Tenyered meg, már látom előre. 6. Hidd el nekem, hidd el, hogyha ezt mondtam. Menjünk biztosra. Ne, Dávid, ne vidd el a csillag. Zsédas biztosra megy. Biztosra, most igen. 6-ra van a csillag, 6-ra. Hatra. Hát de van több kockád. Igen, több kockám.
Több barátom is. És ez kivéve a legkönnyebb, de a legtöbbet könnyen dobsz hatos. De egyébként mivel van két haverod... És pont ha még az 9. Igen. Összejött kérem. Arra balra, balra. Így van, és most 10. Nice. Felizetésre. Kérem szépen ide. Köszönöm nice. Szépen. Holt verseny az első helyen. Zsédav és Isti egyen csillaggal. Hát meg tudod belőle venni a csillagokat. De ha nem jutok el odáig. Yes. Nice. Siess jobban. Kinek van több coinja? Ez itt a kérdés. Istenek, úgyhogy Isti marad az első helyen. Egy boltnál megveszik a csillagot, ott már nem lehet megvenni? Nem, megy máshova szerintem. Megy máshova, mindjárt. Megy máshova, figyelj. De most megy. Ja, most megy el, látom. Lehet, hogy visszaszáll hozzád, Zsolt. Hozzám kizárja. Nem, mindig ilyenkor úgy van megcsinálva, hogy mindig a legtávolabbi pontra menjen. Hát hozzám jöhet, de csak nézek. Bejött a hája közepére, a tódet. Könnyes, kisírt szemekkel, hogy kéne az a csillag, de... Hitelre nem lehet a csillagot? Ledolgozom. És most megy? Lebosogatom! Ez micsoda? Lucky Two mindjárt kérdez tőled. Azt mondja, hogy ellophatsz egy csillagot attól, akinek van, ha fizetsz. Nyom tovább. Mennyi coin él le? 30-at amúgy. Wow. 30-at? Igen, de nincs 30-ad, viszont akkor ad ingyen coin. Bocsánat, lopni lehet, nem ad. Lopjál a vakontól, hallod? Mennyi pénzed van? Bár mondjuk lehet, hogy jobb lenne inkább Istitól. Istinek van 23. Nem, rábízom, Zsomosznak az életre bízom. Random. A sors keze. De hogy a... Hoppá. Nem én választottam. És Zsoltitól vettem volna. Ne szívassál, mi? Random. Nem tőled. De mennyit? Ha meg leszívjátok a vakondot. Hogy kihúzta belőled? Így már lehet az áruk. És akkor most én leszek így az első helyen, ugye? Már igen, te lesz az első helyen. Ez a mező, ez hány blokkra van? De már nincs ott, jó. Hoppá, egy balszal nincs a mező. Így jár az a kilókot. De nem én voltam, randomra mentem. De igen, te voltál, nem mondtad az volna, hogy skip. Hát azt azért nem volt. Persze, azt már nem. Így van, lúz, te koiz, amit elloptál tőlem. Az most senki nem lett! Ha az enyém nem lehet, a tiéd se legyen! De elvezettek volna a csillagot. Ez így tetszik, ez így rendben van. De egy csillaga van azért. Igen. Egy csillag van, igen. Isti 10-re van. Ja nem, Zsomac van, bocsánat. Így jól vakonnak valaki, csak donételjen már egy csillagot. Zsomac szerez valahonnan egy csillagot, akkor kész. Zsomacon van egy minusz... Nem használtam fel a... Zsomacon van egy minusz 2-es. Igen. Ajj! Ezek csak nagyokat dobnak. Meg kettő, mínusz kettő. Hát az teljesen jó, az korrekt. Ott tudom megnézni a pályát. Az. Igen, egy, kettő, három, négy. Ott jelzi a piros. Arra nem mész, a nyíl felé kell menni mindig. Akkor egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Oda tudsz menni. Ott, ahol be van jelölve piros karikával. Vagy a versusra tudsz menni. De akkor nem tudom megvenni a csillagot. Akkor nem megyek. A versusnál... Ott van wager, ott lehet, úgy látszik felteli pénz. Versusnál fogadás van. Úristen, menj rá! És minigame. Mit? Menj rá! Szerintem nem menj rá. Menj rá, tudod, hogy menj rá, menj. Menjen a wager, de! Menjen, legyél bátor! Aligátor! Hogy tudok visszalépni? Nem ment rá, nézd, mert rámed? VS, ugye? A VS. Még egyet tud lépni. 5 coinba kerül, még van pénzem. 47-ed van, ember! Neked van a legtöbb! De hát baj, ezt, hogy nem tudom bezárni magam mögött az olyan. Hány coinja van a vakonnak? Kettő? Gondolt-e még, amikor valakitől lehetett, hogy ott is te jöttél volna. Több coin fizettél, mint amennyi nekem van összesen. Visszajött! Bezárta az ajtót. Na, hát ezt akartam. Gyerünk vakon, az anyád szentség. Zsolt, lehet a legjobban úgy járnál, ha egy egyes dobnál. Te madárvered is csak... Többen vagy. Na, szóval na de legalább kapsz egy kis betevőt. Isti, dobd meg a wager. Jó, mindjárt, nem. 10-re vagy a csillagtól. Jó, rendben. Ja, itt kell váltani. Jó, mert én most nem... 10-re vagyok a csillagtól. Igen. Azzal megdobhatod. Itemem nincs, megdobhatom, de az kicsi az esélye, de mindegy, menjem. Első dobásod már egy 10-es volt, most is. Tudom, de most... Figyelj, a Patriknak is megvan a kockadobó stratégiája. Jó, á, nem baj, nem rossz. De mennyi a csillag? 10-re van. Na várjál, hogy volt ez? Nézd meg a térképet. Nézd meg a térképet. A nyilakkal vagy. Ott a balra gombbal. Igen. Szóval, hogy erre jövök, akkor... Még számol is. Wow, most itt vagyunk még. Valakinek a Zsolti kontrollerét eldobta, nyom meg a kettőt a tetején.
két gombot hosszan. Hosszan, Zsolti, hosszan. Nyomom. Lemerült? Nekem még van elvek töltött. Ja, a három. Nem, most lesz jó. Most már. Nem. Knight Riderezik. A játék itt véget ért. Ne. Kalandod nem lehet. Kalandod véget ért. Srácok. Van másik. Nem szélyenítjük meg jobban a vakondot. Jó, hát ez... akkor van nekem a switch-kontrollerem. Neked ez a mai nap, ez nagyon jól indul, Zsolti. Sikerült. Zsolti, visszajössz a kocsihoz, még egy ilyen defekt. Akkor visszajött, bocsánat. Visszajött, jó. Zsolti, ne roncsd el, légy szíves a játékot. Na. Nem akartam. Na, szóval akkor nézzük. Nyolcad van. Szegény vakondot még az ág is húzza. Vagy pedig oda Mário elé. Nem a special eventre mész, ott kell dönteni, hogy ott tudsz elkanyarodni. Ja, várjál, ez még csak 6, ugye? Igen, és tudsz elén bemenni. Igen, és akkor el tudok kanyarodni, ami kerül mitől 3-ba? 5-be, és bemész akkor... oda. Vagy ha nem kanyarodsz el, akkor jössz tovább le. Csak itt azt van is egy mínuszmező, vagy egy coin mező, egy sima coin mező. Ezt itt még nem veszem fel azt, ami ott lebeg, ugye? Nem. Tovább kéne menni. Hát igen. Akkor itt azt is figyelembe kell venni, hogy ugye valószínűleg a zsomac az fel tudja majd venni a következő körben, mert ő előtted fog dobni. De Isti, várjál! Isti, fölfele. Igen. Mert hogyha lefelé indulsz el, az egy lépéssel kevesebb. Oké, csak az... Az egy lépésre kevesebb? Nem. Igen, és arra indultam. Nem egy lépésre kevesebb? De ha lefele megy és nem balra, az egyel kevesebb, én is arra mentem. Az is komoly? Tényleg, hát látod, ott kevesebb. Itt az van, hogy ott van a Lucky Two, hogyha viszont erre jössz... Tehát... Erre nekem jössz. Arra kellett volna menni, és elloptam volna. Akkor lehet lopni. Lehet arra kellett volna menni. Én akkor további, erre jövök balra. Várjunk, akkor hogy jelölöm azt, hogy arra menjek? Lép vissza egy fölfele, vagy nem lefele gomba. Itt ezt. Lefele. Úgy? Ja. Úgy. És ott van, hogy túl Lucky Two. Mutatja de is. De 30-ba kerül ellopni. Nem baj, de coin viszont ingyen lopok. Az így van, az így van. Lehet arra kellett volna menjek, és akkor loptam volna. De kár, hogy nincs 30-am, úristen! Zsomac ezt megvette volna. Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy arra kellett volna. Na Isti! Na akkor melyik ötök a Zsédav? A Mário. Nem a Mário, a Luigi. A Yoshi. A Mi Yoshi. Viszont a Mário-tól fogok lopni, mert neki nagyon sok van, sajnálom. Hát igen. Hogy örült neki? Tehát figyeld, a Mário-nak hármunk konyát összeadod, nincs annyi. Mint amennyi Mário. Hú, rendesen ki van tömve a zsebed, hallod? Gyűjtögettem. Igen. És az milyen lenne, hogy ez lett volna 30, na akkor még egy csillagot. Még egy csillagot létre. Na jó. Special event, ha megint átvariálom. Akkor kinyitja a Dávidnak. Ó! Megnyílt az út. El is ment onnan, nem kell kifizetnem, ugye? Nem, igen. Viszont a Dávidban mehet előtted. És a Dávid fogja megvenni a csillagot, akinek kettő lesz most. Kettő opa. Versus kettő. Na, Zsolti, szedjük össze magunkat. Zsolti, Zsomac, Isti, Zsédav. Hajrá, hát, Zsédav, making faces, ajaj, mert... Ez micsoda? Nem tudom. Úristen! Mi van? Mit kell csinálni? Le kell tenni az egyik szemet. Mit kell lerakni? Ja, hogy oda kell irányítani. Oda kell irányítani. Igen. De várjál már, hogy jön lejjebb. De honnan tudom, hogy az... Én számomra fel, én meg lefele. Igen, én nyomom fel le. Várjál. Ja, Zsolti, jobbra, nyom. Zsolti, jobbra. Mi? Úgy jó. Nem jó annyira. Úristen, de miért lett egy. A baloldali Mário kapott egy karaszlengőt, aztán de kicsit még... Balra, Zsolti, balra! Jobbra! Jó, az így. Hát egy kicsit... Nem vagy az úr, ez az egyet. Ready, mehet. Mi van veled? Let's go. Fel kell fogni, mi van nála amúgy arabból. Száj. Az most még. Vagy mi? Igen, most ha befele néz a szeme, az ez fontos. Ez mi volt? Így semmi néz demo. Ki. Ja, hát így kell kinézni. Így kell kinézni. Jobbra, egy picit, még egy picit, Zsolti. Itt jó lesz. Egyet még jobbra. Vagy egyet még jobbra, Zsolti, egyet. Minek? Úgy, így jó lesz. Így lesz jó. Nem így a jó. Ó, hát ez perfect, hallod? Nem így a jó? Mehet. Még egy kicsit jobbra, még nem? Egy kicsit jobbra. Így. Föl! Hello, az a szeme! Mit csinálsz? Jó, az új tanulás! Ez ki volt? Kivel vagyok? Öreg, jól van! Jobbra! Az úgy jó! Jobbra. Mi? Úgy jó lesz! Azt mondja, ez így jó! Ez így jó lesz! Öreg! Úgy tűnt! Nézd, hogy milyen szép feje
fejet raktunk ki. Úristen, milyen mi szép fejet. Azt mondja, ez így jó lesz. Azt mondja, 83%-ra. Az az egy kicsit az én megszabadatban. Ilyen erőteljesen másnapos Mário lett belőle. Yeah, egy yeah. Jó vagyok én is, hogyha én nem. Ilyen erőteljesen másnapos Mário lett a vége. Nem láttam a szemét, hogy... Nem arra nézett, amerre kellett. Na, making big money. Jó, ez így. Hanyadik körben vagyunk, srácok? Mindjárt nézzük már meg. Mindjárt vége van, amúgy hetedik talán, vagy valami. 10 pont! Úgyhogy Istenek 34 van. Nagyon nem gyűjtöttetek csillagokat eddig. Hát még dobhatok rosszat. Hetedik kör. Ez a te pillanatod azért. Jó lesz. Josikám. Hatra vagy a csillagtól. Hatra. Meg fogja venni a Dávid, és 2 csillagja lesz. Nem baj. De baj. Nem baj, late game. Bízza. Hány haverod van? Hány cimborád van? Egy vagy kettő. Zsolti át fogja variálni az egész. Én vagyok a két cimborád. Az igen. Az igen. Oh my god. Hoppá. És akkor még két ember. Ha nem akarsz még egy ilyen 3-4 havert. Tehát hogy így. Tizenhárom. Nem hiszem el. Kérném szépen ide. Aj, de kár, hogy van rá pénzed. Hát. Kérem. Nem baj, ennek így kellett lennie. Igen. Nem kell félni. Nem kell félni. Ez most megtörtént. Nice! Yeah. Ezzel Zsidov átveszi a vezetést. Úgy te nyertél volna, hogyha ezt nem veszem föl, mert 30 take-on. Messze van a vége, haj, de messze van a vége. Még nem, de még lesz a végén valami csavar, nem? Valami, valami még lesz a végén valami persze, a végén csavar, még lesz egy bónuszok, ki mit kap ezért, ja, azért, hát azért. Igen. Hogyne. Na, az de merre van, srácok, te jó. Lefelé van. Messze lefele. Te amúgy irányban mész. Dávid, te mész jó irányban, mert ugye leléped attól még. Persze, hogy lelép. Itt ja, viszont fizethet. Hát fizetni kell. És van rá pénzem? Van. Van, kérem akkor már, hogy menjen. Jó, de mondjál, úgyse tudnám már megvenni. Hol ez a csöves vakon? A pálya másik szerencsémezőre érkezel, ha arra mész. Akkor arra megyek. És ott van közel a... Na, no, erre és már nem sok. Telik, sajnálom igazán. Van. Erre már a csillagot sem fogod tudni biztos megvenni. De hát nem is tudnám már megvenni a csillagot. De még lehet, hogyha kapsz. Na nézzük, mit kapsz? 5 pénzt. Na. Fogalma nincs arról, hogy hol van a vakond, érted? Valahol középen, fent valahol. Ez a hetes kör. El van magának. Hát dobok ezzel akkor megint. Nem, nem ezt akartam. Miért azt mondja, hogy háromra vagy a csillagtól? Most megnézted a... Nem tudom. Nem. Hogy lehet három, de a csillag? Nem lehet három. 13-ra, nem láttam az egyes számot. 13-ra. Jó. Tudok annyit dobni, el nem tudom. Valahogy... Csak bónuszom sajnos, úgyhogy nézzük meg. Mennyi került a csillag? 10-be? 10-be, ha. Én kibaradtam egy kört, az 7. Ne, most nem rossz vagy utána. Nem rossz az a 7. Na, jó az, jó az. És egy bónusz. Na, egy jó mínusz. Az micsoda? Ez nem olyan, hogy oda tud valamit portálni? Az aranycsővel azonnal a csillaghoz mész. De ezt nem most tudod felhasználni. Ilyen nem tudom felhasználni. Még nem, következő körben. Pont jó. Zsolti. De legalább van egy barátod. Zsolti, 11-re vagy. Gyerünk, bro! 11-et? Mire jó az nekem? De miből veszek csillagot? 11. Szegény fakodza, de tényleg. Szegény. Merre mész? Merre menjek? Itt látod, itt lehet kiszámolni, hogy ugye hetet fogsz lépni. A versusra érkezel, oda menjél, oda. És az mit tud a versus? Az wager. Az mit jelent? Ilyen, hát ilyen fogadás. Fogadás. Mit tud valaki? Szerencsejáték? Na én felrakom az összes 7 coinomat. Felrakom a 7 coinomat. Úristen! Mindenki a sajátját rakja fel, vagy csak a Zsolti? Én az összes coinomat felrakom. Zsolti, lehet, hogy ezzel nagyot nyers. Dupla vagy semmi lesz, igen. Szóval mindenki kockáztat valamennyit. Mit kell csinálni? Ez sajnos 7-nél több ugye nem lehet, mert a Zsoltinak annyi van. Hát akkor... Ja, ugye ez még nem is úgy van, gyerünk, hogy beállítom. Ja, ez nem úgy, igen, Zsolti, te állítod be. Itt akkor kell rácsapni a gombra, amikor a legerősebb rezgést érzed. Azt, ami... Ja, há, hogy ne. Szóval így fog csinálni, hogy... És amikor a legerősebbet érzed, akkor kell rányomni. Mi? Most mindenkit a most kellett volna rácsapni? Nem. Ja, most elvette mindenkitől a pénzt. Oké. Okay. Strongest rumble. És mivel csapni? Melyiket kell nyomni? Rá? Mit tudom én? Most, ez volt most. A tutoriál. Az okéval. Basze! Ne! És vajon ez mennyi volt? Mi történt? Első vagyok! Ilyen! És ez ennyi volt? Semmi! Nem is
16! Ennyi volt? És te meg azt sem! Azt sem vesztetted, ami volt? Ennyi! Azt hittem, hogy nem éreztem semmit, amikor rányogtam, van azt, hogy egy random rányogtam. Na most mekkorát fogsz kaszálni ezzel? Várjál, mennyire vagyok? Ötre, Isti, öt! Még az utolsó petákokat is elvette tőled. Isti, nekem nincs is haverod, nem? Nincsen, az a baj, nincsen. Jó, hát. Marad, marad, de nem tudok jobbat, ez marad. 50-50. Hát ja. Gyerünk, gyere, kell az egyenlítés. Win streaked van, most meg lesz. Oh! Let's go! Na várjál, merre megyek? Várjál, merre megyek? Jobbra. Várjál, nézd meg várjál, a mapot. Várjál. Itt most egy irányba tudsz. Nem hallgatok senkire, csönd legyen. Jó. Jó. Az bőven megvan még. Sajnos. Félre lök mindenkit. Persze. Otti. És még vársz, szeretnél levenni egy csövet? Mennyi pénzed van? 10-be kerül a csillag. Van csöve! Van egy csomó, 41 van neki. Istikém, hopp egy cső. Figyeled? Let's go, guys! Az lehet erős. Ilyet venni? Lehet, 10-ért. Nekem lehet, nekem ebben az a kapcsolataim erre. Megszerzi még a persze, csillagot is. És aztán még a következő körben... Nem, jó, nem, Zsomoznak is van ilyen csöve. Azt a kör elején megszerzem a csövet, oda megyek a csillaghoz, utána dobok? Nem, oda mész, hogy... De lehet, hogy kell is akkor egyet dobni. Kaci, kell körben. Dobni a cső után? Kell, igen. Kell? Ajj. Isti, átvette a vezetést. Egy darab petákon. Nulla csillag. De ránézni fáj, érted? Nulla is egy pénz. Én büszkén állott a vakon. Na? Még hány kör van hátra amúgy? Kettő. Visszamegy oda! Hát... Fölös. Zsolti nincs mitel. De oda hogy tudunk? Körbe kell menni? Hát nincs mese. Nem visz oda vonat. Hát vagy a csővel oda megy valaki, és ugye rögtön el is fog szállni megint. Hogy itt melyikütő Zsomasznak? Zsomasznak van. Igen, Zsomasznak. Te most ezt fel fogod használni, de te mész oda. Bújj bele a csövedbe. Na mindegy, majd ez majd valahogy alakul. Elvég a tizedikben még lesz egy lehetőségem még eltellopni, és akkor 3-3. Na mindenki ellen minigame. De mik azok a fura jelek ott oldal? Itt team minigame van, ami azt jelenti, hogy ha van haverotok a játékban, akkor ők is beszállnak. És mivel kell húzni? Ja, ott van, mesh, nyomkodni kell. Ja, nyomkodni kell. Nem áll, ide is ti... Mehet. Én veszítettem. Mehet. Még egyet mehet. Próbáljam. Nem mehet. Nem áll Dávidnak hát. És ki ellen húztok. Fogok menni? Nyomj egy Reddit, légy szíves. Nem, én még gyakorolni nem tudom. Nem tudom. Gyakorolni. És hogyha, de hát így... Spemelni úgy, kell? Igen. Jó, oké, mehet. Jó, mehet. Nekem sok haverom van. Hú, ez nem lesz egy. Nem lesz jó. Csak ne a Dávid ellen. Nagyon jó lesz. Ne a Dávid ellen. Mehet a Reddit. Nekem a haverok megoldják remélhetőleg. És a Dávid ellen megyek, persze. Én már spemelem. 3, 2, 1. De miért nem húz? De nem húzza! Miért nem húzza? Miért nem? Nyertél, te hol? Nekem nem húzza! Ponti Molvinz! Hát de két aztán haverom is volt! Nekem nem húzza! Ja, várja, most váltunk! Csere! Persze! Még egy kör! Hát győztes meccs és a harmadik helyért a meccs. Előbb a Zsomasz az elalázott. Mit kéne csinálom három ember ellen amúgy? Hát a Zsomasz ne vert! Nagyon jó. Jézusom, Zsomasz! Most tudod, hogy ezek jött, aki hamisít egy egyet az elemről. Jó, de mit csinálod? Monti Mol! Zsolti meg! Én nyertem! Hát én egyet. Úgyhogy ez így tök jó. Zsolti fürge ujjas. Tökéletes. Jó, a második hely is kap, pont vagy ezt a kelső? Mário fejjel mondott, ez jó! Mindjárt úgy kapjátok a coinokat. 8-4-2-0. Nulla coint kaptam. Na, Zsolti fejjel. Hallod, ilyen gazdag a csöves még nem volt. 9 coinja van, kellett. Kisti, próbálja sajnálta ki magát, de jelezném, hogy 2 csillaggal az élen áll. Csak mondom. Na, egy kis összegzés. Első helyen, Isti második helyen, Zséda harmadik helyen, Zsomac, és negyedik helyen, Zsolti. Hell yeah! De még bárki nyerhet, mondja Tóth, és jön a haverja, aki azt mondja, hogy ő megjósolja, na, itt van ez a hogy a Zsolti fog nyerni. Azt mondja, hogy ő megjósolja, hogy Kovács Zsolti nyer. És most kapod a buffot, figyeld! Igen. Custom dice block. Négy csillagot szaljatok rám, please.
kaptál egy olyan dobókockát, amivel olyan számot dobsz, amilyet akarsz 1-től 6-ig. Tehát, hogy mi ő pontosan, ami, pontosan. Ez valami is, na tudod. Hogy verdesség is hasát. A kutyának. Hogy verdesség is hasát. Hát, jó, de hát mostantól, két csillagot, hogy... Most azok a 6 koinak kék mező. Figyeljetek, mostantól minden kék mező megduplázódik, és minden piros is. 6-ot kaptok, 6-ot vesztetek. Innentől kezdve most már komoly a játék, én úgy érzem. Komek elátkozza a pályát, és a bal szerencsemező az brutálisan bal szerencsemező lesz. Úristen. Eddig ez jó hangzik. Az eddig jó. Most már kezdek izzadni egy kicsit. Én is amúgy. Most már innentől kezdve most már komoly a játék. Eddig szórakozás volt. Szerintem innentől kezdve most már... Eddig ő is szórakozott. Igazából profi. Zsolti, ha ezt behúzod, amit eszel, iszol. Na nézzük, hányas dob Zsédav? Egy egyes, a haverjai dobnak még. Hármat, az a négy. Iha. Plusz haver mező, nem hiszem el. A harokkal nem lehet nyerni. Lassan már iskolai csoport. De tényleg. Patrik mindig a Daisy-vel van, ezzel a karakterrel. Ki van ezzel? Patrik. Patrik. Mindig ezzel van. Daisy kockája, 4 darab 3-as és 2 darab 4-es. Hát ez elég jó kis kocka. Na, gyerünk Zsoma. Let's go. Hogy kell azt a csövet felhasználni? Úgy. Item? Cső. Come on. Come on. Tehát ez a cső, amit 10-ért vásárolsz meg, azt tudja, hogy azonnal oda repít téged a csillaghoz. Természetesen a csillagot még ki kell fizetni, de legalább egyet is kell, még dobjál, hogy oda lépjél. Bizonyára azért van. Most tényleg ezzel dobsz. De mondjuk 48-ból csak kitövődött valahogy. Számoltál is azzal, hogy egyet kell dobni? Nem, ott igen! Nice. Egy kicsi se többet. Nice. Csak hogy lássátok, kivel van dolgotok. Én van, és ha megáll csillagnál. Megveszem, és figyeltek még. Van hát egy... ezzel most az érre tölsz. Ja, még nem, figyelj, még nem, de van egy ötletem. Mi? Azt mondja, van egy ötletem. Remélem dobtam eleget ahhoz. Hát négy vagy mennyi, hármat dobtál? Még el is lop egyet tőlem a szarház, igaz? Fú, de szállott van. Fú, öcsém! Szemét biztos. De várját, azt fel tudod szedni, mert van arany fájpod. De... De attól még elopsz tőlem egyet. Igen. Tehát, azt ugye igen. Ó, az jó helyre bőtt. Nekem az jó helyen van, csak hát is el fogja vinni előbb, ugye? Hát te meg ellopod tőle. Te most ki vagy tömve pénzzel amúgy rendesen? Hoppá! Hoppá, hoppá! Hoppá! Egy kicsivel se dobtál volna többet, pont amennyi kellett. Lakitu 30-ért ellop szívesen is. Csillagot. Hát nem a Zsoltitól. Tőlem csak... Így van, kérem azt a csillagot! Isti, nincs búcsút a csillagnak. Pénzem, nincs pénzem! Nem baj, ez nekem is jó. Legalább második helyen lehetek. Toporzékolok az állatom, mert... Let's go! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ugye nem kettőt kell lépnem még, még egyet lépek, azt hiszem. És ezzel konkrétan átvette a vezetést. De legalább már nincsen pénzed. Ja. Hát még van, még így is több mi nekem. Még mennyit lépek? De hova érkezel? Mennyit lépsz még? Egyet, hála uha. Istennek! Uha. És még kaptál pénzt, nézd meg, ki vagy Istennek. Csöves makon, hallod, ki vagyok. Zsolti, nincs messze, csak 33-ra a csillag amúgy. Használj valami itemet. 33-ra van tőle. Hát de miből vegyem meg? Ha ezt most kiválasztod, akkor addig, pontosan annyit tudsz dobni, ahányat akarsz. De ezt csak egyszer lehet? Ezt egyszer, mondjuk igen. 33-at. De várjál, akkor nézd körül legalább a térképen, hogy hova akarsz lépni. Bordot nyom meg. Na. Hol van a csöves? Tudsz menni, figyelj, hogyha dobsz 6-ot, 1, 2, 3, ha 5-öt dobsz, akkor mehetsz a barátmezőre, és legalább lehet még egy haverod. Az is számít. De már kiválasztottam egy 6-os kockát, nem? Nem választottál. Te írod be rajta, hogy mennyit akarsz majd dobni. 5-öt dobjál, az tök jó. 5-öt dobjál. Így hozott ki a maximumot ebből a szituációból. Ha jó. Dice block, és most kiválasztod az 5-ös számot. De neki van egy barátja, az is dobni fog még. Nem, ilyenkor nem dob. Ilyenkor nem dob? Nem. Yeah, csak tapsolt, yeah. Kis madár. Csak tapsolt, ja. Még lenne, ugye, hogy még dob is, akkor herontja az egészet. Na, Zsoltikám, szép húr. Tényleg amúgy, de... Válaszolod egy csöves havert. Shy guy!
szegény kiválasztotta volna, és haverja még dobott volna. Mit tudod, sárgáj kocka, csak négyes van rajta, és egy darab nulla. Ezzel legalább lehet haladni, Zsolti. Ez egy nagyon stabil kocka. Isti! Oppa cső! Csak nem. Csak de. Nem fogunk szórakozni ezzel, srácok. Ez most már nem játék. Most már vérre megy. Annyi van Isti, hogy ugye elindulsz a csillag irányába, de ott van kettő darab bal szerencsemező is. Csak úgy mondom. Igen. Nem baj. Bevállalod. Mi nincsen barátod? Soha nem is volt. Isti, legalább hármat kéne dobni. Jó, szép. Hibátlan. Ejj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 j
Na. Hogy vissza is vettél a csillagodat. Ajaj, Dávid, mit fogunk ezzel csinálni? Hát én semmit. Ez már olcsó tízért, ez az narancső amúgy. Igen, az vágyam lehetne, igen. Honnan de várj, még 14 coin. Komolyat megyünk. Bowser takes first place. Merre megy? Tessék? Bowser takes first place. Jajajaja. Hát de egál amúgy. Ez ki ez van közel? Hát... Senkihez. A Zoltihoz, meg a Dávidhoz. Igen. Hát azért. Nem mondanám ezt olyan közelében. Mi az a special event átmászik a haverunk? Kösz, Zsolti. Zsolti, Isti, bocsánat. Na, meg még innen is. És meg fizetnem is kell, nem megyek arra. Na jó, hát ez érdekes alakul. Igen. Ajna, egyedül vagy. Jó. Mindenki ellen. A jó szlaparazzi! Kaci, hol vagy? Mi? Kaci kedvence. Valami pofozni kell. Júj. Punch! A lehető legközelebb kell lenni a közepéhez, mikor elkészül a fotó. Ja, hogy én azt hittem, hogy kell ütni? Jaj. A gömb közepéhez, ugye köl. Jönne ott a fotó? Ott a fotó és ott a pontszám. De nem értem. Neked bent kell lenni középen. Meg hogy valamelyik oldalról mindig nézed, hogy hol fotóz, hol látszott a legjobban. Tehát most bejött jobb bal oldalra, ott kell lenni. Az egy gyönyörű. Az mekkora Yoshi találat. Na, mehet. Ja, hogy a közepéhez a közepéhez elől. Tehát a center of attention. Na, kezdjük. Aki a legjobban látszik, az kapja a legtöbb pontot. Ne gondolkozz, csak játsz! Na, hey, még el sem indult. Ha ez volt a próba, pedig milyen jó lett volna. Na! Az igen! Oh! Úristen! De mi? Én voltam a legjobban a figyelem középpontjában, he! Ez nagyon jó! Mindenkit a megkaraculat! Kit akart mindenkit? Kit akart mindenkit az nagyon a karakterre, jó. Hello! Ne! Ez zseniális! Ez jó! Még egy utolsó fotó! A nagy cúra flauzi, hogy itt akar mindenki! Nice! Én úgy nem kezeltem! Hát ez egy... Jó, nem ez volt az utolsó, bocsánat! Mário, milyen szép! Mário az öklével előrébb volt! Ez az utolsó kör! Ez az! Csak én nem kaptam, ezt nem hiszem el. Nem de szeret bakul, a kamera. De Yoshi, hogy nem van 15 szorad. Pontja? Mindig én voltam ott. Ott bújtam mögötted szorosan. Köszönöm szépen. Ha rá ideg is kiállított volna. Rossz a játék, nem tetszik. Zsolti, nagyon kér vagy. Zsolti, ez a kedvenc játékod, ugye a Mario Party? Nulla. Meg vagy meg, Zsolti. Hallod, már van egy csillagra coin-a. Valaki vegye már el tőlem ezt a pár coin-t. Nem is kaptam erre annyi pénzt. Azt hittem, hogy most mekkorát fogok kaszálni. Két kör van. Csóri két Zsolti. Kör. Na figyelem. Utolsó előtti kör. Ja, Istenem. 10-re vagy. Lássuk Daisy kockáját. Három haveret. Jó, hát ne aggódjál. Simán megdobja. Nem. 8. Itt vehetsz magadnak ugye olyan gombát, ami pluszt ad. Meg csövet. Ja, az utolsó körre még tudsz magadnak vagy plusz lépést, vagy más meg tudsz szivatni. De ezt ugye már csak az utolsó körben, következőben tudod felhasználni. Vásárolj, hogy nyugodtan nem lesz pénzed csillagod. Igen, az a van. De jó, mert nyugodtan költjen csak. Ő
most át fog gyalogolni. Ó, ezt köszönöm szépen. Be is zártam magamat. Ó, ez nekem nagyon jó. Igen. Na, egy ártatlan kör volt a zsédaptól. Nézzük, Zsomat mit hoz ki belőle. Már ebben van 6-os, 7-es. Hát, ha nem a... Nem, most nem merem bekockáztatni, egy ilyet dobok. Oh yeah! Oh yeah! 19-re vagyok. Az igen. Rohansz! Az kettő. Jó, legalább nem egyre. Lesz egy fajti, nem? Nem, az izé. Ja, nem, az nem fajti. Item space. Na, egy mínusz 8 csillagot körges már azért. Ez mi? Szinkártya van. Ó, hidden block. De az mi ott van? Ott csillagot is lehet szerezni. Az egy rejtett kocka. Imádom. Én jövök. Csöves vakonna megint. Tízre vagy! Tízre vagy, Zsolti! Igen, az most ilyen közel még soha nem volt általán hozzá. Na, most srácok. Négy és három... Hány haverod van? Oh, de az nem négyet tud dobni, az a csöves... Izé! Haverként csak kettő! Haverként csak egyet meg kettőt! Nem arról volt, hogy négy, meg nulla! Te, jó! Pont kijött volna! Ja. Zsolti, veszel-e valamit? Dehogy veszek! Vagy vegyek? Oké, hát utolsó körben... körben tudod már csak felhasználni, ha veszel. Hát, mi valakit meg... De ha várjál, ha veszel, oké, vettél. Oké, vettél. De nem kapsz pénzt a minigame-ben, akkor nem fogsz tudni csillagot venni. Nekem kell csillag. Jó. Én már csak fájdalmat akarok okozni. Igen, de nekem, hanem tudod, kinek. Hanem ez egy support. Tessék, vissza is szerezte azt az elvesztegetett petákokat. Jó, sokra vagyok, mi? Én már csak 16-ra, oh my god! Tetyámat tolom előre. Nekem már csak annyi a feladatom. Na mi lesz? Melyik kocka lesz, Isti? Várjatok. Figyeld az e-sportolót. Persze. Még egy havermezőt ki tudsz ebből hozni, ha arra kanyarodsz. Arra és a számít az végjátékban? Akár számítok, és teljesen random a vége. Mi lesz a végén? Majd ilyek, különböző jutalmak pluszban. Legalább van 14 coinom. Kened? Négyel hova mész? Hova jutsz? Faded shit. Addig. Húram. Honnan? És hogyha gyerre jöttél? Azért, mert megvan a taktikám. De arra nem lehet menni. Jó, akkor nincs meg a taktikám, jó? Na az utolsó előtti minigén. Mert néztem, hogy még pénz nélkül is. Nem baj, mindegy most már. Na gyerünk. Csak ne ez a fotós, mert ez nem tetszett. Train Pain, Train and Pain. Ez mi? Úristen, mi a? Ez mi? Punch? Ajajajajajaj. De mit kell kiütni? Melyik vagyok? Ebben bajok lesznek. De itt mi történik? Ja, hogy el kell lopni a másik vagonját. Ne engem a Dávidot. Hallod, kajakról azt hittem, hogy ki kell tolni a sírra a másikat, hogy erüsse a vonat. Hát tudom kell megütni azon. Az van, hogy ugye akinek vannak haverjai, az plusz életet jelent ebben a játékban. Ja. Nagyon jó, ha ez örülök neki. Jó van, gyere. Van sár, van kill, van ide sémből ezen. Gyere ide, Dávid! Nem visznek haza, ha nyersz. Jeez, na jó. Na jó van, most jó, már menjen, szerintem. Most már éles. Rendi, igen, most éles, már eleget gyerünk. Szórakoztunk. Gyerünk. Megjöttünk, csókolom. Ne! Izé lehet ezt is. Ne! Na ki fog kiesni? Montimul! Zsolti kiesett! Pont engem kellett kiütnöd. Igen, bocsánat Zsolti, csak csinálom, amit kell tennem. Ja, második kiesünk! Ajaj! Yoshi veszélyben. Mario beszorult. De nem hallottak le rólam! Ne! Yoshi mellé! Nem olyan egyszerű itt az élőlük. Nem! Oh! Yoshi kiütötte Bowsert! Mario és Yoshi! Zsédav és Zsomac! Olyan nehéz irányítani! Nagyon rossz volt! Nyertünk? Nyertünk kettőt! Két első helyezettük! Nézzek a vakondot, hogy meg van fáradva!
A tűnmunkában. Az ebéden gondolkozik. Yeah. Igen, igen. Éhes. Utolsó kör. Kérem tisztelettel. Az utolsó kör következik. És 2-2-2 csillagok. Én nem tudom, hogy lesz ebből Zsolti győzelem. Itt voltál? Azt jósolta. Kasszinak mondom. Ki azt jósolta, hogy Zsolti fog nyerni. Ja, igen, igen. Az a kőember. Kőember. De várjunk, a Dávid még itt fel tudja, nincs rá pénze. Na, nem, item. Azt jósolta a kőember, hogy Zsolti fogja elősegíteni. De volt rá pénze, a Dávidnak van pénze egy csillagra. Kettőre vagy a csillagtól. Remélem, hogy így lesz. És valaki rádobtod a mínusz gombát. A Dávid fog nyerni. Kire akarod rádobni a mínusz gombát? Random, rábízom. A döntés nem az én kezemben van, srácok. Ezért Isti. El kellett ezt játszani. Minden randomot Isti kap. Nice. Visszakapja, ne aggódják. Nem fogja veszik. De, nekem ott volt. Parkolóban ki. Na, akkor tessék lépni legalább kettőt. Jó. És megvan a csillag. Gombán vettem egyet egyem. Fuck! Azért mondtam, visszakapja. Úristen! Ők is beleadják, amit kell. Kérem szépen. Megkérdezi Tódet, vagy kérsz-e csillagot? Kérek. 10 pénzért cserébe. Jó, Dávid! Jót tesz a pocakomnak el. 16 pénze volt Zsédovnak, viszont lett egy harmadik csillaga. Yeah. És ezáltal átveszi a vezetést 3 csillaggal. Rezget semmi sincs veszve, semmi sincs veszve. Biztos? Tényleg biztos. Fiad, Vakond az nem üté, szomorkodik, az így áll. Neki már nincs hova. Nincs hova szomorkodik. Az elfogadta az életet. Nincs veszve. Ő tudta. Áldan nem fog viszni. Persze, oda menj te. Pont mögöttem, ezt nem hiszem el. Jó, van, gratulálok. De Vakond a föld alatt születik, nem? Gondolom. Biológia? Nem kérek már semmit. Ő kifagyott. Egy, de azért beköszön és elmondja, hogy amúgy nincs semmi, de itt vagyok. Hoppa, mínusz 6. Ott van. Lenulláztad magad el. Igen. Zsomasz, neked van egy, szimkártyád, ugye? Azt nézzük meg, igen. Szimkártyának hívjuk, de ez a hidden block. Meg fog jelenni egy block fölötted, és van egy ilyen fényes rész, azonnal rá kell nyomni, és ki tudsz pörgetni egy csillagot. Egész ilyes, akkor 10 csillagot is kapsz egy. Hát ez nem pörgetni. Jó, hogy nyár kellett volna nyomni, a kontroller lemerül azonnal. Hát ha oda nyomok, akkor csillagot kapom? Majdnem. Figyelj, csak 27-re vagy amúgy. Csak 27-re vagy a csillagtól, nem gáz. Ha most elindulsz... Azt be kellett volna. A debreceni OGEX-re oda is érsz. Holnapra. Igen. 6. Nézd meg, hogy ebből mit lehet kihozni. Hogy mi van, hogyha jobbra mész, magadnak balra mész. 1, 2, 3, 4, 5. Az nem jó. Ha merre megyünk, akkor pedig kinyitjuk. 1, 2, ott jelzi a piros kör. Igen, ott a... Ott egy pénzt is kapsz, tessék. És ezen itt tudok venni csövet. De ezt nem tudok már elmenni. Már nem tudsz. Mert ugye vége van, ez az utolsó kör. Ezt tudom venni, meg... úgy tudok mit csinálni. Persze, egy csövet, meg csillagot, mindent vennem el, ha hívtam. Jó van, ide. Nem elég neked az a két csillag, amúgy? Nem. Akkor itt tudok ide menni. Hát, az egy ajándék, vagy de itt csak ilyen lépős ajándék, ugye? Én a coinra mennék a helyedben. Az lépős ajándék lehet? Az nekem már nem vagy várjál. Itt nem lehet csillagot ellopni ezzel az ajándékkal, ugye, Kaci? Nem. Itt is tudsz coint ellopni, illetve lent, ha fix coint kapsz, van, hogy az a bónusz a végén, hogy a lehető legtöbb coint gyűjtött ember kap egy csillagot, de nem lehet tudni. Akkor igazából ez most szerencse. Miért? Jó, megyek erre, nem érdekel. Jó, hogy nincs semmi. Nincs nála semmi. Jó, hát akkor. Plusz 6. Rejted blokk? Az is lehet. Nem volt. Lehetett ott rejtett persze, valami? Persze, bárhol lehet. Az is teljesen random. Hol van a izém? Húzz elő valamit a zsákodból, de gyorsan. Hol van a gomba, milyen itemed van? Items. Arra megy rá. Igen, és akkor ott. De most már van. Csak az Istire tudod eldobni, mert mi már nem lépünk. Amúgy igen, ez a probléma, úgyhogy rám meg már ne is dobd el, úgyhogy menj mindenki. Még eldobod. Vagy dobd el valamelyik őkre azt randomra, készül, random. Igen, most már nem legyen számít. Random. Igen. Legyen random, hogy ne az Isti legyen az. De ne random legyen, mert én leszek. Dobd rá Mario-ra. Ez még beleszarok oda egy kicsit. Persze, sokat nem számít, de... Úgy is van. Ezt kaptam. Na,
Tudsz bárhogy 12-t dobni? Tök mindegy. Ja nem tök mindegy, van 14 pénzed. Ja nem, ezt tudnál 12-t dobni? Hello. Valahogy Zsolti. Ott sakkozza azt ki. Dobj egy 6-ost. Hát hogy ezt magamnak dobtam ki azt a... Mi a szart? Tehát ő nekem csak ilyen kis szarkockájuk van. 5. Azt ő adta azt a 0-et és sok 4-eset. Hát tök mindegy, hagyjatok már. Szerzem még az ott egy haver. Jaj, Zsolti. De minek az nekem? Már az a haver. Ne fizess. Fizess! Ne fizess. Ne. Segítünk, ne fizess. Kitelik. Ha van rá pénzed. Menjek oda, azt még ijegjük a nyakukba. Ó, pont odaértél, jó. Plusz egy barát. De jó. Az nagyon jó. Az jó, tényleg jó. Az egyébként jó, az végig le lehet számolva. Végig le lehet számolva, bónusznak lehet. Na, Bowser Junior. Az a probléma, igen. Hát most már ugyanannyi fighting van, nem? De hát te első vagy három csillaggal, minden. Az is igen. De aranyos. 1-1-1-4-4-9. Alig van, hogy kipróbálod a kockáját, ugye? Én meg te vagy is. Még én vagyok. Mennyire vagyok én? Na, az utolsó kör, utolsó dobása no, következik. Hát, ha még össze tudod valahogy csapkozni. Nem, most már Isti, nem, most már nem játszunk. Tudnál dobni úgy, hogy barátmezőre érkez, nem? Hát, most már mindegy. Ha 6-os dobsz. Ez már itt. Ajaj! Egy Vagerbe... Extra bad luck! De miért? Nem is oda érkez! Az ember a Dávid rámolődik! Mikor? Az előző körül! Randommal! Amire mondtad, hogy vásárolj csak el a pénzed, vásárolj csak, majd nem marad a végén csillagra! Isti, nehogy veszíts egy csillagot! Nehogy veszíts egy csillagot! Csillag, tetyám! Random player! Random player! Hát talán nem, mert nekem nullám van! Ugye, te voltál az aranyba, player? Persze, hogy nice. Kapja meg a persze a Mario. Na, utolsó minigame, figyelem. Úgy néz ki, hogy a játékunk végére értünk. Kapcsoljuk kifele. Mindenki zsomac ellen. 1v3. Hát mindenki zsomac ellen. Ez micsoda? Koroló haverok, vagy mi ez? Na, a lehető legtöbbet kell. De várjál, ő egyedül tud porcikálni. Hát ő egyedül, ti meg egyszerre kell, hogy húzzátok az egy darab porciót. A jó srácok összhangban az erőt. Jó, oké, megbeszéljük. Jó, lehet, ready, mehet, ready, beszéljünk, folyam. Srácok, én kommunikálok előre. Jó. Jó van ez, ready. Én ready, Zsoltira várjuk. Jaj, nagyon éltem itt a porszul. Ő már megy a szintre. Srácok, let's jó, go. Fele, jó, fel először, fel először. Lefele. Fel, még varat. Oké. Okay. Jó, le. Hát de amíg mi szórakozunk, addig mindent felszív. Jó, szívom! Hát neki nagyon a cső rajta, vagy az zé. Kajak, neki nagyon a fej. Simán lehoztam. Ki csinál ilyen porszívót? Simán lehoztam. Ajjaj, hát az a piros zsák az nagyon. Somasz! Beúszta! Ezek ki porszívótok mindent a picsába. Akkor most én kapok pénzt. Te kapod a legtöbbet. Megint? Álljál már! Remélem coin bónusz lesz a végén. Az is lehet. Istenem. Na! Figyelem! Most dől el az igazság. Vége van ennek a fantasztikus kalandnak. A fél négyes színpadi program, hogy már elég színes. Zsoltinak a karakter. Bónuszok. Jönnek a bónuszok. Csillag jár értem. Persze. Hát ez a lényege. Az első bónusz. Az utolsónak figyel. Na. Body bónusz. Ez miért jár vagy? Akinek a legtöbb van. Mindjárt kiderül. Mi van, azt megkapja az état. Köszönjük. Just the right ally. Nekem is volt 3, nézd csak! Hoppá! Ott az első ott csillag! Ott az első csillag! Egy csillagot nem tudok venni a csövesnye, kapott egyet a végén! De nem az utolsó! A következő bónusz... 2. Eventful bónusz. Aki a legtöbb... Event mezőre lépett a felkiáltó jelesre. Az utolsó vagyok. Isti! Okay. Megkapta volna ezt is a vakond, azt megnyeri az egész játékot, de az lett volna szép. Na nézzük akkor. Igen. Hát ki így a győztes? Browser lesz. Úristen, hogy hány csillaga van? Nem én leszek, mert nincs annyi pénzem. Nekem nullám van. Bowser a győztes! Ott is van, bátyám, ott is van.
Úgyhogy nekem nulla petákon volt. Jó, te kérdezik! Nulla petákon! Nulla petákon maradt. Szép. Az lett volna szép, hogyha... És harmadik. 3 csillag 13 pénz, 3 csillag 2 pénz, 2 csillag 51 pénz és 1 csillag 16 pénz. 51 pénz, vehettél volna csillagot. Hát az elején nem rontom el, akkor én nyerek. És full random a vége. Tehát az is lehetett volna a bónusz, hogy kinek van a legtöbb pénze. És akkor mondjuk zsomac, az mindig random. Igen. Mi az a vakond, az már csak bedölt. Szerencsége. Ennyi volt. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Méltón zárom, azt gondolom. Köszönöm szépen. Sziasztok, srácok. Mi továbbra is itt vagyunk Nyíregyházán, az OGEX-en. Folytatjuk a nagy színpados programokat. Sziasztok, streamnézők. Continental Arénában vagyunk, igen. Holnap megyünk Debrecenbe, és nektek meg köszönöm a közös játékot. Egy picike szünetre elmegyünk, és folytatjuk a nagy színpados programokat. Köszönjük, srácok. Köszönjük szépen. Zolti, let's go. Ha, ha, ha.